Biztonsági okok miatt több eddig kedvelt üdülő övezet iránt is csökkent az érdeklődés, más országok viszont előnyt élveznek, ilyen például Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Bulgária és a Görög-szigetek. Ebben az évben úgy tapasztaljuk, hogy bizonyos desztinációk, országok iránt jelentősen megnőtt a kereslet, míg bizonyos országok, amelyek eddig a legkedveltebb úti célok voltak, sajnos háttérbe szorultak. Ide sorolnám sajnos Tunéziát, Egyiptomot, ezekben az országokban évekre visszamenőleg nagyon nagy előfoglalás volt, tömegével utaztak a magyar utasok, ebben az évben sajnos nem tapasztaljuk ezt. Az elmúlt évek tapasztalataihoz képest a last minute utakat felváltják a first minute utazások, vagyis az előfoglalások. Ezekkel a kedvezményekkel még az év elején élhetnek a nyaralni készülők. Ez azért előnyös, mert több út, szálloda típus és kedvezmény közül választhatnak az utasok, valamint ettől az évtől egyes irodákban megjelent egy újfajta kedvezmény is, amivel a gyerekek 2-12 éves kor között ingyen, reptéri költségek nélkül utazhatnak. Egy másik utazási irodánál március 1-ig az első gyermek teljesen ingyen utazik, nem csak hogy utazik, hanem szállása, ellátása díjmentes, plusz még a szülők is kapnak 15% kedvezményt. A harmadik túroperátornál február 29-ig 30-35% előfoglalási kedvezmény van a szállás díjából. Egyes irodáknál azok is számíthatnak kedvezményre, akik egy összegben fizetik ki az utazást. Fontos azonban időben és több helyen érdeklődni, ezek az ajánlatok ugyanis általában február és március hónapokban érvényesek.